Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, a ma esti webkonferencia témája a pajzsmirigy biológiai programjai a germán gyógytudomány tükrében. Mit kell tudni a pajzsmirigyről, mitől betegszik meg? Azt hiszem, hogy korunk népbetegségéről nagyon sok mindent lehet már tudni, ismerni. Rengeteg olyan esetről tudunk, amelyekben különböző problémákkal, panaszokkal fordultak akadémikus orvosokhoz, és pajzsmirigy problémára gyanakodtak. Ez a pajzsmirigy mítosz, ez lassan már mítosszá válik, hiszen a táplálkozásunkat, a gondolkodásunkat és az életünk minden területét befolyásolja és meghatározza. Hogy mit kell a pajzsmirigyről tudni, melyek a biológiai programjai, egyáltalán a gyermekgyógytudomány hogyan tekint a pajzsmirigy megbetegedésére, erről fogunk egy fantasztikus előadást hallani a ma esti előadónktól, dr. Budai László Károlytól, orvos természetgyógyász és germán-gyógytudományi terapeuta minőségében ül itt köztünk, fogadják szeretettel. Köszönöm szépen Rékának a bevezető gondolatokat, és tényleg egy nagyon gyakori kórképről van szó. Nincs olyan hétvégi képzés, ahol pajzsmirigyből legalább 6-8-10 kérdés ne érkezne. Nos, ez nem egy mitosz, a germán gyógytudomány ismeretében már mindannyian képesek vagyunk azokat a dolgokat megérteni, amelyek előtt értetlenül állunk, amikor is bizonyos eredményeket, laborokat vagy valamit kapunk. De mielőtt belevágnánk a pajzsmirigy részleteibe, azért ismerjük meg, hogy mi is az a germán gyógytudomány. És röviden, tömören csak annyit szeretnünk erről elmondani, hogy dr. Rike Gerd Hamernek köszönhetjük azt, hogy végre megértjük, hogy a biológiailag hogyan működünk. Tudjuk azt, hogy minden, ami a szervezetünkben történik, az egy értelmes biológiai különprogram. Hamer doktor az élete tragédiájának köszönheti a felfedezését, hiszen miután 111 napig küzdött a fia életéért, az fia életének megmentéséért, majd 1978. december 7-én Dirk Hamer, a fia, 19 éves fia meghalt a karjai között, Hamer doktornak két hónap múlva heredaganata lett, és elgondolkodott akkor azon, hogy biztos kell legyen valami kapcsolat az ő heredaganata és a fia elvesztése között. Így kezdte a kutatást, mint feltaláló, nagyon nagy tudású orvos, teológus és fizikus is egy személyben. Sok pacienst kikérdezett ebből a szempontból, hogy a daganata megjelenése előtt milyen feldolgozatlan lelki élménye volt, és a 1981-re már megalkotta Hamer doktor a rák vastörvényét, akkor még nem tudta, hogy további 4 törvényt fog még felfedezni, tehát összesen 5 biológiai természettörvény. Az első biológiai természettörvény, tehát a rák vastörvényének nevezi, és ebben a DHS kritériumait írja le. A DHS a fia nevét viseli, Dirk Hamer szindróma, vagyis azok a kritériumok, amelyek ahhoz kellenek, hogy egy érzelmi megrázkódtatással elinduljon bennünk egy szervi válasz. De milyen érzelmi megrázkódtatások? Mindig egy nagyon súlyos, váratlan, hirtelen megjelenő, drámai, nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatás az, amiben ha benne ragadunk és magányosan éljük meg, akkor ez az érzelmi konfliktus, a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével elindítja a szervi szintű változást. Vagyis nincsen szervi szintű elváltozás lelki megrázkódtatás nélkül. A másik pedig az, hogy mindig fognak minket érni hatalmas érzelmi megrázkódtatások, de ha nem maradunk bent a konfliktusban, és ezt nem magányosan éljük el meg, hanem kibeszéljük, átbeszéljük, érzelmileg túltesszük magunkat rajta, akkor gyakorlatilag egészségesek maradunk, nem indul el bennünk egy tartós szervi válasz. Mert ugye minél tovább maradunk a konfliktusba, annál nagyobb lesz a biológiai válasz
erre a történetre. Azt se felejtsük el, hogy a konfliktus pillanatában rögzülnek a sínek, vagyis azok a körülmények, amelyek jelen voltak a konfliktus pillanatában, és ezután nagyon lényeges, már mindenféle konfliktus nélkül is beindul az egész túlélő program, hiszen a sínek csak emlékeztetnek arra, hogy valamit nem oldottunk fel. Ezért nagyon lényeges az érzelmi megoldása a konfliktusoknak, hiszen akkor ezek a sínek is eltűnnek maguktól. Tehát nem a sínek ellen kell küzdeni, viszont a sínek nagyon hasznosak abban, hogy rámutatnak a konfliktusra, arra, amit átéltünk, és ez lesz az, ami segít nekünk ezt megtalálni és érzelmileg feloldani. Az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése, és erre a jövő héten még részletesebben is ki fogok térni a következő webkonferencián, hiszen ebben az egyetlen mondatban rengeteg dolog van betömörítve. És ha kibontjuk, akkor rájövünk arra, hogy soha nem az számít, hogy mi történt velünk valójában, hanem az, hogy én erre hogyan reagáltam. És abban a pillanatban, amikor megtörténik a DHS, amikor megéltem a váratlan eseményt, aminél úgy maradtam, mint a fogorvosnál tátott szájjal, hogy köpnyelni nem tudtam. Tehát ledermedtem. Tehát ezek azok a történetek, amelyekre a biológiám rögtön ad egy biológiai választ. És aztán jut el az agyamig, hogy te jó Isten, mi történt. Az egyetlen valóság mindig a saját megélésünk lesz, és ezért mindenki másképp fog reagálni egy adott történetre. Ebben a példában, ami Hammer doktor könyvéből való, arról van szó, ha egy nőt megcsalnak, annak függvényében, hogy ezt hogyan éli meg, milyen biológiai válaszok lesznek. De ugyanígy, ha egy férfit, illetve öt férfit kirúgnak a munkahelyről, mind az öt férfi másképp fogja megélni a munkahelyének az elvesztését. Nyilvánvaló, ha nem konfliktusként éljük meg a történteket, akkor ha nincs konfliktus, nincs betegség sem. A DHS, mint mondtam, az első biológiai természettörvény röviden, tömören, és amikor ez elindul, és nincs megoldva, akkor az első és a második függőleges vonal közé esik a konfliktus aktív szakasz. Vagyis az az időszak, amikor pörgünk, magas a vérnyomásunk, a légzésszámunk, a pulzusunk, hideg a kezünk, a lábunk, feszültek, idegesek vagyunk, nem tudunk elaludni, vagy ha elalszunk, felébredünk, nincs étvágyunk, lefogyunk, és hát ezért van ez kék színnel jelölve, mert ezt hideg fázisnak nevezhetnénk, a beteg tüneteit tekintve, itt hidegek a végtagjai. Ezt szoktuk stresszes fázisnak nevezni, mert hát ugye stresszes az életünk, csak a kérdés az, hogy hány feloldatlan stressz van bennünk, mert annyi ilyen biológiai programot indítunk el magunkba. És aztán a megoldási szakasz az itt a konfliktus megoldása után keletkezik, a másodiktól egészen a harmadik függőleges vonalig tart ez a szakasz, és láthatjuk, hogy itt már piros szint alkalmaz Hammer doktor, vagyis itt már melegek lesznek a végtagjaink, de nem csak a végtagjaink, hanem szervi szinten gyulladás jelenik meg, ami ugye tudjuk, hogy fájdalommal jár, melegséggel jár, duzzanattal, pirossággal jár, és ez a duzzanat nem csak szervi szinten jelenik meg, hanem az agyi központban, ezért fejfájásunk is van, és igazán betegnek fogjuk magunkat érezni. Aztán következik a gyógyulási szakasz középső része, a legveszélyesebb és a legzűrösebb rész, amikor is elmúlik a fejfájásunk, mert kinyomódik a víz mind az agyi, mind pedig a szöveti szinten, többet fogunk vizelni, mint amennyi vizet ittunk, de a tünetek itt sokkal fokozottabban fognak jelentkezni, és mindenkinek itt lesznek azok a tünetei, ami miatt bekerül a kórházba. Nyilván minden programnál más és más tünetről lesz szó. A harmadik rész a gyógyulási szakaszban a hegesedési fázis, vagyis mindaz, ami a víz kinyomása után megtörtént szöveti szinten,
hegesedésnek indul, és hát a végrehajtott munka már nem lesz olyan, mint a kezdet kezdetén volt, ez természetes, de ha kijutunk a program végére, akkor természetesen egészségünket visszanyerjük. És ne feledjük el, hogy mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. A krónikus betegségek pont azért alakulnak ki, mert nem oldjuk fel érzelmileg ezt az egész történetet. Előfordul az, hogy meg se oldjuk a konfliktust, és akkor folyamatosan, hát a konfliktus aktív fázis miatt meg lesznek az adott tünetek. Ez a pajzsmirigynél úgy fog jelentkezni, hogy pajzsmirigy túltengés, tehát sok a pajzsmirigy hormon mennyisége, mert a konfliktust, ami ide vezet, azt nem oldottuk meg. A policiklikus lefolyással visszatérő gyulladásos történeteink lesznek, aztán ez meggyógyul, majd újra sínre kerülünk, és megint megtörténik ugyanez a történet. Miért? Mert nincs érzelmileg feloldva a konfliktus. És hogyha viszont a sinek túl gyakran ismétlődnek, mondjam azt, hogy naponta ismétlődnek a sinek, bevillannak, ugye, és a biológiámnak a gyógyulási szakasza fog elakadni. És ez az elakadt gyógyulási szakasz egy fennmaradó gyulladáshoz, és a mirigy alulműködéséhez fog vezetni. A betegségek kialakulásának a megértése tudományos alapokon nyugszik, ez pedig az embriológia, vagy magyarul egyetfejlődés. Hámel doktor utána nézett annak, amit az egyetemen tanítottak neki is, nekünk is, és minden orvostan hallgatónak megtanítják, hogy hogyan is alakul ki az emberi test. Tudjuk azt, hogy mindenki két csirasejtből jön létre, a megtermékenyített petesejt, aztán elkezd osztódni, és mire a 8.-10. napon beér a mély üregbe, már három csiralemezzé fog alakulni, mielőtt beágyazódna a mély nyálkahártyájába. Ezt csak nagyon tömören fogalmazom meg. A lényeg az, hogy a három csiralemezből származik minden sejtünk, minden szövetünk, ahogy azt az elültetett magból is láthatjuk, hogy egyetlen magból nő ki a növénynek minden része, gyökere, szára, levele, mindene. A színek jelzik a csiralemezeket, a sárga szín jelzi a belső csiralemezt, a narancs a középső csiralemezt, a piros pedig a felső csiralemezt. Na most a belső csiralemezből lesz minden olyan szervünk és hozzátartozó szövetünk, ami a falat megoldásához szükséges. Ugye látjuk itt a tápcsatornát ábrázolva sárga színnel, és ez nyilvánvaló, hogy a falattal foglalkozik, de a túlélésünkhöz nem csak táplálékfalatra, hanem levegő és vízfalatra is szükségünk van. Ezek a falatok nagyon lényegesek ahhoz, hogy egyáltalán életben maradjunk, és hogyha valamiből hiányt szenvedünk, akkor nyilván a sejtek túlszaporításával fog a biológiánk valamit elkövetni, és a megoldásban lebontja a felesleges sejteket, mert egyetlen sejtet se tartunk el feleslegesen. Az életben maradásnak a funkcióit, működését az agytörzs biztosítja számunkra. Itt van az agytörzs, ami azt jelenti, hogy ebben a legősibb agyi részben vannak tehát a tüdő szövet szaporítását, a vesegyűjtő csatorna szövet szaporítását, vagy a tápcsatorna szövet szaporítását beindító agyi relék, és ezeknek a fontossága, hát hogy mondjam, ez teljesen egyértelmű, hiszen víz, táplálék vagy levegő nélkül nincs élet. A legrövidebb ideig levegő nélkül bírjuk ki, és ezért van az, hogy a halálfélelmi konfliktus tüdőszövet szaporulatot indít el a szervezetünkbe, és ezt fogják tüdőráknak diagnosztizálni. A középső csiralemez vagy mezoderma sejtjei
két idegi központ irányítása alatt állnak. Itt látjuk a kis agyat, és fölötte a fehér állománynak az ábrázolását. A kis agy azokat a félelmeinket és konfliktusainkat fogja segíteni megoldani, amikor valakiért túlzottan aggódunk, és túl hosszú ideig. Ugyanis ilyenkor az emlőmirigy túlszaporodása indul be, és itt már az is számít, hogy valaki jobbkezes vagy balkezes. Az emlőmirigy túlszaporodása teljesen normális, mert ha aggódik valaki a gyermekéért, akkor nyilván etetni szeretné, mert ha a gyermek eszik, akkor életben marad. Ez az ősi biológiai ösztön az, ami oda vezet, hogyha túlzásba viszik az aggódást, akkor emlő tejtermelő mirigyének a túlszaporodása következik be. De miért? Azért, mert az emlőmirigy egy módosult verejtékmirigy. Verejtékmirigy pedig az irhához tartozik. Az irhát is a kisagy irányítja, és az irha megoldja számunkra a támadási és bemocskoltsággal járó konfliktusokat, vagyis azt, amit én támadásnak vagy bemocskoltságnak élek meg, mert ugye az agyunk nem tesz különbséget a valóság, az álom és az illúzió között. Ugyanakkor ezeket a konfliktusokat a hashártya, a mellhártya és a szívburok is lereagálhatja. Minden esetben, tehát irha, burkok vagy tejmirigy esetén először szövetszaporítást indítok, a megoldásba pedig jön a lebontás gennyesedéssel, fájdalommal, lázzal, hideglázással, stb. Ez a másik idegi központ, amit agyvelőnek, vagy valójában az fehér állományban levő szürke magvakat jelentik, olyan relék, olyan idegi központok, amelyekbe mindig az önleértékeléssel kapcsolatos konfliktusai fognak becsapódni. Vagyis amikor én kicsinek érzem magam, amikor kisebb rendűségi érzésem van, ezek az érzések mindig ebbe az idegi központba fognak becsapódni, és ez viszont a mozgással kapcsolatos szöveteimet fogja lebontani. Első lépésben itt tehát lebontás van. Második lépésben lesz a visszaépítés. Mert ami nem jó, azt le kell bontani. Önleértékelés, önpusztítás. És ami pedig, ha megoldom a konfliktust, akkor viszont a program végére többet fogok visszaépíteni, mint amit lebontottam. És ez lesz itt a biológiai értelem. Tehát ide tartoznak a csontok, az ízületek, az izmok, az izmokat ellátó erek, osztógyűjtő nyirokér, és a kötőszövet, zsírszövet, hiszen a zsírszövetben van az a plusz energia, ami a mozdulathoz még szükséges. A visszaépítés az fájdalommal jár. A csont visszaépítése a csonthártya feszülése miatt fájdalmas. Az ízületek visszaépítése is fájdalmas, és az izmok visszaépítése is fájdalmas. Hát sajnos a zsír visszaépítése nem fájdalmas, ezért ha fájna az elhízás, akkor kevesebb kövér ember járna. De vajon miért nem fáj az elhízás? Mert a biológiában a kövér a szép, nem a csontvázvékony biológiai lénynek van nagyobb túlélési esélye, hanem annak, akinek vannak tartalékai. Tehát egy kicsit próbáljunk meg biológiailag gondolkodni. A külső csirralemez, vagy ektoderma sejtjeit, az agykéreg irányítja. Itt bal oldalt, illetve középen fent, a piros színnel az elválasztási konfliktus ábrázolását látjuk, hiszen a bőrünknek a legteteje olyan többrétegű elszarosodott laphám, ami konfliktus aktív szakaszban sorvadással indul a programja, majd megoldásban visszaépítés lesz. Hát akit érdekel, a bőr programja, az megnézi a bőrről szóló webkonferencia anyagot. Ugye az elválasztás az kétélű dolog, mert vagy nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék elválasztani valakitől, és nyilván, hogy a tünetek, vagy a magamhoz ölelő, vagy a tőlem eltávolító bőrfelületeken fognak megjelenni,
a bőr sorvadása, a neurodermitis, a visszaépítés pedig hát attól függ, hogy ez egyszeri történet vagy elakadt program, mert ha elakad a program, akkor lehet belőle ekcéma, pszoriázis vagy akármi. A agykéreg nem csak a bőr felhámját, hanem a, mondjam úgy, hogy a csövek csatornáját bélelő labhám nyálkahártyát is irányítja. Na most ez a labhámmal bélelt cső található mindenütt a szervezetünkben, az ereket is labhám béleli, az epe kivezető csatornát is labhám béleli, és a szívkoszorú ereket is labhám béleli. Na most, hogyha a agykéreg irányítása alatt álló labhámokban sorvadás indul be, akkor ezek a csövek tágulnak, nyilván, hogy a rajtuk átfolyó váladék, folyadék mennyiség az ezáltal nagyobb lesz, majd amikor megtörténik a konfliktus megoldása, akkor visszaépülés indul be. Külön a birtok konfliktusokról is van egy webkonferencia anyagunk, hamarosan kikerül a weblapra, és ott részletesen elmondom, hogy mik is tartoznak a birtok konfliktusokhoz. Ne feledjük, hogy innen indulnak az akaratlagos mozgások, és minden érzékszervünknek az információja szintén az agykéregbe érkezik, és ott válik érzetté. A biológiánk tehát a harmadik biológiai természettörvény alapján egészen egyszerűen működik, hiszen sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek. Természetes, hogy vagy sejtet szaporítok a konfliktus aktív szakaszban, és akkor mi történik? Hát a megoldásban a felesleges sejteket le fogom bontani, mint ahogy ezt a pajzsmirigynél már említettem. Vagy pedig elindítom a sejteknek a sorvasztását, és megtörténik utána a lebontott sejtek visszaépítése a megoldási szakaszban, mert vissza kell építeni azt, amit lebontottunk, vagy éppen működést gátlok konfliktus aktív szakaszban, és a megoldásban a működést helyreállítom. Itt most már nem csak rákról, hanem rákkal egyenértékű megbetegedésekről is szó van. Tehát ha valakire azt mondják, hogy rákja van, akkor nyugodjon meg, hogy mindenkinek a szervezetében vannak sejtszaporítással, sejtsorvasztással, vagy működésváltozással járó értelmes biológiai programok. Tehát ez nem valami istenverése, ami bennünk történik. Értelmes a program, mert mindig a túlélésünkről van szó, az nem értelmes, hogy mi benne ragadunk a konfliktusban. A negyedik biológiai természettörvény rámutat arra, hogy a bennünk élő, még egyszer a bennünk élő mikroorganizmusok, azok a mi barátaink, és a csirralemezhez kötődve segítenek nekünk helyreállítani a biológiai egyensúlyt. Ugye nem csoda akkor, hogy a belső csirralemezhez a gombák kötődnek, hiszen a gombák azok, akik az erdőben is a feleslegessé vált, kidőlt fákat lebontják. Szervezetünkben is a túltermelt nyálkahártyákat a gombák fogják lebontani, és ha a gombák nagy számban ott maradnak, és azt mondják, hogy gombás fertőzésen van, az azt jelenti, hogy azért van, mert elakadt a program. A konfliktus aktív szakaszban, a hideg fázisban a gombák addig szaporodnak, ameddig a konfliktus aktív szakasz megvan, ha az a program belső csirralemezhez kötött. Amikor megtörténik a megoldás, akkor rendelkezésre áll elegendő számú gomba ahhoz, hogy lebontsa mindazt, ami feleslegessé vált. Amikor a programnak vége van, agyi parancsra a felesleges gombák eltűnnek, és mondjam azt, hogy a tartalékosok pedig megmaradnak, tehát mindenkinek van a szervezetében gomba, baktérium, vírus, így vagyunk egészségesek. Azok a kórokozók valójában, amelyek kívülről támadnak minket, amelyek nem a szervezetünkben vannak, amelyekkel mi nem élünk szimbiózisban. És baktériumokat fogunk találni ugye az egész tápcsatornában, baktériumok nélkül nincs emésztés.
A TBC baktériumok átmenetet képeznek a gombák és a baktériumok között, ugye ők gomba baktériumok, és milyen érdekes, hogy a MEL programnál TBC baktériumokat lehet kimutatni, és egyéb szervi programoknál is jelen vannak, és segítenek nekünk lebontani a feleslegessé vált szöveteket. Vannak baktériumok, amelyeknek az a feladatuk, hogy visszaépítsék azt, amit már mi lebontottunk, és éppen megoldási szakaszban vagyunk. De, mint mondtam, ez is fájdalommal jár. És vannak vírusok, amelyek szintén segítenek visszaépíteni lebontott nyálkahártyát. Például a mély nyak nyálkahártyának a visszaépítésében pontosan a humán papilloma vírus az, ami segít. Minden egészséges nőnek a nyálkahártyáján ott a humán papilloma vírus kimutatható, nagyobb számban akkor lesznek ellen, amikor dolguk van. A dolguk elvégeztével pedig ők eltűnnek, tehát nem ők okozzák, hölgyeim, a mély szájon a sebet, vagy a mély nyakrákot, hanem a fel nem oldott konfliktus. És nem tudom, hogy konfliktusra lehet-e védőoltást adni. Ez ugye egy jó kérdés. Semmilyen védőoltás nem fogja a félelmeinket megoldani. Semmilyen védőoltás nem fogja a féltékenységünket megoldani, és folytathatnám, vagy a bosszankodásunkat. Viszont ha ezekkel tisztában vagyunk, és hajlandók vagyunk ezeket megoldani, akkor egyszer és mindenkorra végleg meggyógyulunk. A leggyönyörűbb az ötödik biológiai természettörvény, hiszen ez teszi fel a Hammer doktor munkásságára a koronát. És rájövünk arra, hogy a DHS, vagyis az a pillanat, amikor minket egy váratlan esemény ér, az már elindít bennünk egy értelmes választ, és pontosan tudja a biológiánk, hogy mit kell tennie. Csak békén kéne hagyni, csak meg kellene nyugodjunk, hogy tudja a dolgát, és meggyógyít, mert ugye a célunk a túlélés és a faj fenntartása. Ezt egy 10 éves gyerek is tudja. És a minden biológiai lénynek itt a Földön az a célja, hogy éljen és szaporodjon, akkor ezt nem nevezhetjük rosszindulatú folyamatnak. Én így gondolom. Tehát nem a tüneteket kellene eltüntetni és tüneti kezelésekkel fenntartani egy betegséget, hanem a valós okokat kéne megtalálni, és ezekre kellene valós megoldást találni. Nagyon röviden ennyit szerettem volna az öt biológiai természettörvényről elmondani. Készülőben van az előadás, ami egyben az öt biológiai törvényt elmondja, tehát elmondtam, egy kerepesi tanfolyamon, és akkor ez ki fog kerülni a weblapra. Akit részletesebben érdekel, azok megnézheti. Nos, akkor beszéljünk egy kicsit ugye a pajzsmirigyről. Ahhoz, hogy megértsük a pajzsmirigynek a patológiáját, hogy miért olyan betegségek jelennek meg, amik megjelennek, hát egészen le kell menjünk a gyökerekig. Mégpedig ehhez a régi lényhez, aki még az őstengerben élt, és gyűrű formája volt, mint a tengeri rózsának. Ugye annak is van egy egyetlen nyílása, amelynek a jobb oldalán bejut a táplálék a szervezetébe, majd a bal oldalán kijut a szervezetéből ez a maradék. Na most ebben az esetben itt a pajzsmirigynek kettő kivezető csöve volt, vagyis olyan külső elválasztású mirigy volt még. A külső elválasztású pajzsmirigynek, tehát az egyik csövéből érkező hormon segítette ezt az élőlényt abban, hogy elkapja a falatot, a baloldali csőből áramló hormon pedig segítette abban, hogy megszabaduljon a melléktermékektől. Tehát itt még nincs szó kezességről. Arról van szó, hogy a falat konfliktusoknál mindig, hogy jobb oldalt megy be a falat, és bal oldalt megy ki az ürülék. Még az agyi központok is ebben a sorrendben találhatók, ha az agyi CT-n, az agytörzs szintjén megnézzük ezeket a központokat. Na most megtörténik a gyűrű felszakadása, látjuk a szaggatott vonalnál, és ekkor
A pajzsmirigy átalakul belső elválasztású mirigyé, tehát már a két csöve nem tartozik hozzá. Ő már a hormonját az egész vérbe fogja üríteni, mégpedig azáltal, hogy rajta keresztül átáramlik a vér. A részlet kedvéért, bár nem a pajzsmirigyhez tartozik, csak felhívom a figyelmet, hogy itt a végbélbe, ugye látjuk, hogy a betüremkedik a sárga nyálkahártya felé, fölé még a piros nyálkahártya, és ugyanígy a szájüregben is megtaláljuk ezt a betüremkedést. Ennek nagyon fontos következményei vannak, de ez a tápcsatornánál, illetve a végbélnél kerül megbeszélésre. Nos, nézzük akkor tovább, hogy mi történik a pajzsmiriggyel. A kivezető cső, tehát amiután ugye megtörténik a gyűrű szakadás, az egyik cső a nyakra, a másik a végbél mellé fog kerülni. És ezek a csövek már mondjam azt, hogy vakvágányok, már nem fognak kivezetni semmit sem, mert nincs kapcsolatuk a pajzsmiriggyel. Viszont konfliktusra képesek a nyálkahártya sorvadását elindítani, és ez akkor fájdalommal is jár. Mit kell ehhez megélni? Egy tehetetlenségi konfliktust, vagyis azt, hogy valamit sürgősen meg kéne tenni, de nincsen, aki segítsen. Mert úgy érzem, majd a kezeim meg vannak kötve. Tehát segítségre szorulok, sürgősen lenne szükség egy ilyen segítségre, és tehetetlenül nézem, hogy nincs ott valaki, aki rajtam tudna segíteni. Ez elég zaklató idegállapot, ha valakinek az egészségéről, életéről van szó, de éppenséggel lehet egy csőd előtti megélés is. Ilyenkor a kivezető csőnek a tágítása, ugye, azt a célt szolgálná, hogy rajta több hormon menjen át. Viszont, mint mondtam, ez a cső már egy bezárt cső, és eddig a bélrendszer felé nézett, most viszont a nyaknak a jobb oldalán van, és konfliktus aktív fázisban egy húzó fájdalom jelenik meg, nyilván a pajzsmirigynek megfelelő magasságban, mert az őszájnyálkahártya séma azt jelenti, hogy ez bizony a konfliktus aktív szakaszban fáj, épp úgy, mint a gyomorfekély. Na most, ha megoldottuk a konfliktust, akkor mi történik? Jön az exudatív fázis, a gyulladásos fázis, és folyadék áramlik be a lezárt csövekbe. Aztán jön az epileptoid krízis a kellős közepén, amikor ismét kiújul a fájdalom, erősebben, mint eddig volt, viszont eltűnik a víz belőle. Aztán jön a megoldásnak a hegesedési fázisa, és gyakorlatilag nyom nélkül el kéne tűnjön minden, de hogyha mi megéljük a magányosságot, a létezés konfliktust, a ja Istenem, mi lesz velem című nagylemezt hallgatjuk, ugye, legyen szó egy csődeljárásról, ugye, akkor a vese gyűjtőcsatornának a szövetszaporulata miatt bent marad a folyadék a szervezetünkben, és ott rakódik le, ahol folyik egy program, mégpedig pont itt. És ebből lesz aztán az az úgynevezett hideggömb, vagy gólyva, amit aztán természetes, hogy normális hormonszintek követnek, ha a pajzsmirigy nem érintett, mert a pajzsmirigynek van egy külön programja. Ez, kérem szépen, ezeknek a csöveknek volt a programja. Hogyha a végbél mellé kerülő csőről szólnénk, akkor nyilván ebből a csőből a hormon azért jutott ki, hogy segítse a kakinak a kijutását a szervezetünkből. Tehát amikor azt élem meg, hogy nagyon meg szeretnék szabadulni ettől a kakitól, akkor kialakul a végbélnek mindig a bal oldalán ugye a sipoly. Ez a sipoly a nyakon is kialakulhat természetesen, és Hammer doktor a könyvében be is mutatja azokat a pontokat, ahol ezek a sipolyok előfordulhatnak. Tehát ha felszínre tör mégis ez a lezárt cső, akkor a sipolyok itt fognak megjelenni a nyakon jobb oldalt.
a végbél nyílás mellett pedig baloldalt lesznek a sipolyok. De ez nem egy ismeretlen dolog, mert a gólyva az a gazellánál is kimutatható. Hát képzeljük el azt a gazellát, akit befogtak, ketrecben van, és ő neki a szabadság jelenti az életét. Tehát nyilván, hogy segítségre vár, hogy hát ha valamit tenni kéne, hogy kiszabaduljak innen, de nincsen, aki segítsen. Ő csapatban élt, és el van szakítva a csapattól. Tehát teljesen normális, hogy nála is kialakul a gólyva, épp úgy, mint az embernél, ami ugye egy hideg gömb, folyadékkal telt gömbről van szó, ne feledjük el. A gólyva kifejezés különben hát hibás, mert pajzsmirigy megnagyobbodást jelent magyarul a gólyva. De itt nem a pajzsmirigy nagyobbodott meg, hanem a pajzsmirigy kivezetőcső telt föl folyadékkal. Én érdekes, hogy ezek a webkonferencia anyagokkal ezt minden héten arról szólnak, hogy mit nevezünk valaminek, és a végén kiderül, hogy ez nem az. Amikor betegek vagyunk, épp gyógyulunk, amikor tünetünk van, éppen a konfliktus megoldási szakaszban vagyunk, tehát hogy... Igen, hát hogyha ezzel tisztában lennénk, akkor nem esnénk pánikba. Igen. Nagyon jó a meglátásod, és nagyon köszönöm a megjegyzésedet, Réka, mert az, aki először van mondjuk egy webkonferencián, az hihetetlennek hallja az egészet, hiszen nem így vagyunk nevelve, nem így tanítottak minket. Úgy tanítottak, hogy amikor fáj, akkor betegek vagyunk. És természetesen én nem azt mondom, hogy a fájdalmat tűrni kell. Vannak eljárások a fájdalom csillapítására, lásd a fájdalomról szóló webkonferencia anyagot. Nem arról van szó, hogy tudjuk, hogy mi okozza a fájdalmat, tudjuk azt, hogy a fájdalomnak van értelme, és van vége, és ha nem akasztjuk el a gyógyulást, akkor ez a fájdalom szépen el is múlik. És a fájdalom hossza és ereje attól függ, hogy mennyit voltunk konfliktus aktív szakaszban. Még egyszer köszönöm a megjegyzésed. Nos, a pajzsmirigyről ugye hát néhány alapvető adat, hogy mekkora a tömege, és gyakorlatilag amivel a beteg találkozik, az két érték, a T3, a T4 és a TSH. Tisztázzuk, hogy ez mit is jelent. Van egy úgynevezett triót tironin, nyilván azért, mert három jód kötődik ehhez a molekulához. Itt van, hogy 1,1-2,8 nanomol per liter az értéke. Itt van a tetrajód tironin, és ezek a hormonok, ezek fehérjéhez kötődnek. Ezt ne feledjük el. De mi az, ami befolyásolja a pajzsmirigynek a működését? Tehát pontosan a TSH, a tireoid stimulátor hormon, vagyis a pajzsmirigy, mondjam azt, hogy a pajzsmirigyet ostorzó hormonról van szó, ami viszont az agyunk parancsára indul be, és hozza a pajzsmirigyhez az üzenetet, hogy még több, még több, még több hormont kér a szervezetünk. Hát mit tud szegény pajzsmirigy csinálni? Elkezd még többet teremteni. Tehát itt van, amint látjuk, a TSH hormon, itt termelődik a hipofízis előső lebenyében, vagyis agyalapi mirigy előső lebenyében. Ez a kép is ismert már más előadásokból, csak emlékeztetőnek tettem be. Nos, a kérdés az, hogy milyen konfliktusok, megélések hatnak a pajzsmirigyre. Mi az, ami elindítja bennünk a pajzsmirigynek a működésének a fokozását? Tehát az az érzés, amikor nem vagyok elég ügyes, nem vagyok elég gyors, és miben? Hát a munkámban, mert ugye a munkámmal szerzem be a táplálékot, a fizetésből fogok kenyeret venni. De van egy munkatársam, aki ügyesebb, mint én, és lehet, hogy engem akkor lehet, hogy ki fognak rúgni, mert nagyon ügyes a másik, és én nem tudom fölvenni vele a verset, nem tudom tartani vele a tempót. És ahhoz, hogy én ezt a tempót föl tudjam venni, az lesz, hogy több, több és több hormon termelés fog beindulni. Ezek a helyzetek elég gyakoriak, hiszen
mindenkinél van egy ügyesebb, egy gyorsabb. Hát egy munkahelyen például egy friss kolléga, egy újdonsült üdvöske, az nagyon sokszor leköröz bennünket. Gondolunk itt nem feltétlenül szakmai vagy praktikus tudásra, de lehet, hogy eszközhasználatban, bármilyen egyéb dologban ügyesebb, gyorsabb, és nagyon sokszor az is benne van a helyzetben, hogy bár meg tudnám csinálni a feladatot, el tudnám végezni, bár képes vagyok rá, de valaki mindig leköröz. Túl lassú vagyok a pozícióm megszerzéséért küzdött harcban. Folyamatosan lemaradok. Igen, és ez az érzés, mondjam azt, hogy kapcsoltáruként már hozza az önleértékelést is, és az önleértékelés, ugye mondtam, hogy önpusztítás. Tehát itt csak azért teszek ilyen megjegyzéseket hozzá, hogy lássuk, hogy minél több megélése van valakinek, annál több programot indít el. De mindig a mi megélésünk lesz az, ami bennünk valamit elindít. Aztán jönnek a határidők, ugye, sürget a határidő, és ez az egész világ úgy van kitalálva, hogy mindent már tegnapra kellett volna megcsinálni. És ez a történet is egy nagyon tökéletes pajzsmirigy program, de hogyha ez oda vezet, hogy félek a jövőtől, és mert valami kivéthetetlenül jön felém, és nem tudok kilépni előle, akkor ez már non-Hodgkin limfomához is fog vezetni. Lásd a non-Hodgkin limfomának az alapvető érzelmi háttere az, hogy valami jön a jövőből, tehát a jövőtől való félelem. Igen. Ugyanolyan jövőtől való... Konfliktus, ami a jövőből még nincs itt, de bármikor itt lehet. Így van. Ez a gyorsan-gyorsan állapot. Igen, valamit tennem kell, mert kivéthetetlenül jön velem szembe valami megoldhatatlan valami, és ezért a határidő egy nagy kérdés ebben a történetben. Igen, általában mi ezt határidőkhöz szoktuk kötni, hogy kivéthetetlenül jön a jövőből valami, ez a határidő, de lehet valaminek a pontos ideje, mondjuk egy operációs, egy műtétnek az ideje kivéthetetlen, meg kell csinálni, főleg ha már pajzsmirigynél tartunk, akkor a pajzsmirigy operációkat szokták ilyen nagyon sürgősre, igen, és nagyon, jaj Istenem, azonnalra, és jaj, húha, és ezzel kivéthetetlenül jön a jövőből, mert lehet, hogy mi nem is akarnánk ezt a nagyon kellemetlen beavatkozást megengedni, de már időpontot adnak. Én emlékszem, amikor egészségügyi problémáim voltak. Az ember úgy érzi magát, mint egy futószalagon. Elmegy valamit, hogy itt fáj, akkor elküldik három helyre, és aztán folyamatosan mindenütt sürgetik, hogy most jött, hát ez régóta így van, elhanyagolta magát, ja Istenem, hát ezt így nem lehet, gyorsan, gyorsan, gyorsan mindent, és mire észbe tudunk kapni, addigra már minden olyan nagyon lavinaszerűen intéződik, és jön kivéthetetlenül a jövőből a félelem, hogy na hát ezt meg kell operálni. Igen. És lehet, hogy az ember még szeretne ezzel a gondolattal egyáltalán megbarátkozni, de már nem tud. Nagyon, de nagyon valós problémára világítottál rá, és akkor mit tudunk megoldásként ajánlani? Ott van a My Student and Mayhem, az archaikus varázsdallam, amit ha a pajzsmirigy programban valaki hallgat, először is megnyugtatja, nem fog pánikba menni, főleg ha tudja, hogy miről szól a germán gyógytudomány, ugye, mert a My Student and Mayhem ismerete még nem egyenlő a germán gyógytudomány ismeretével, de hat a biológiámra, és a pajzsmirigy túlszaporodását leblokkolja, satúféket nyom a biológiának, és a konfliktus aktív szakaszban megállítja a további sejtszaporodást, ha egyáltalán beindult egy ilyen történet. Tehát, és van időm arra, hogy utána nézek, utána olvassak, hozzak egy döntést, és nem hagyom magamat sürgetni a határidő miatt, tehát van megoldás. Aztán az is egy jó program, hogy nincs tehetetlen, vagyis nincs, igen, nincs lehetetlen, csak tehetetlen.
És ez egymagában már egy fantasztikus program, mert ugye, ha az egyik paciensnek ez volt az alap, mondjam azt, hogy útmutatója, mert az édesanyja így nevelte. És persze, hogy pajzsmirigyel voltak gondjai, de nagyon sok mindent is magára vállalt, és egy kicsit túlhajszolta magát. Na most, hogyha megint csak a hozzáteszem az, hogy sürgősen tenni kéne valamit, de nincs, aki segítsen, akkor kialakul a gólyva is. Na most ebben az esetben lesz pajzsmirigy érintettség is, meg gólyva is. De hogyha nincs lehetetlen, csak tehetetlen programhoz, én a túlhajszoltságot kapcsolom hozzá, és azt nem írtam most ide, de igen, ide írtam, alatta van, bocsánat, akkor a szívizom programhoz fog vezetni, és ez teljesen oda vezet, hogy az ember tönkreteszi a szívét, és majd, ha leül pihenni, és végre úgy gondolja, hogy megcsinálta, amit magának kitűzött, maximalista hozzáállással, akkor utána a megoldási szakaszban ugye jön a szív-izom infarktus, és nem a szív-koszorú ér program, ami egy birtok-vesztés konfliktus következménye. Szóval mi lenne, ha kibékülnénk önmagunkkal? Akkor ezeket akkor már nem indítanánk el sem a pajzsmirigy programot, sem a szív programot, sem pedig az önleértékelést. Tehát önleértékelés, önpusztítás, és ez pedig már ugye a megfelelő helyen fogja a mozgással kapcsolatos szerveimet pusztítani. Ez is rámutat arra, hogy gyakorlatilag az adott konfliktusokra adott válaszaink, azok megmutatják, hogy milyen értelmes biológiai különprogramokat indítunk el, viszont nekem az is feltűnt, hogy az összegzésből, hogy egy betegség aztán hajlamosít valami teljesen újabb megélésre is, tehát hogyha nem vagyok elég ügyes, gyors a táplálék megszerzésében, ez ugye a pajzsmirigy program, de emiatt én leértékelem is magam, mert következő alkalommal már lassúnak, idétlennek, ügyetlennek, sutárnak érzem magam. Tehát ez így, nem is tudom, hány programot soroltál fel, ez a minden az egyben, igen. Módszer, és nagyon érdekes az is, hogy nem elég egy programban az ismereteinket csak egy programra szűkíteni. Tehát nagyon fontos ismerni a teljes biológiai működést, nagyon szükséges az, hogy ne csak szervenként, egyenként mazsolázzuk a betegségeinket, hanem rendszerben gondolkodjunk. Az ember sokkal komplexebb lény, mint mondjuk a pajzsmirigy, bár biztos vagyok benne, hogy a teremtő jól megteremtette ezeket a szerveket, és nagyon komplexen működnek, de ahányféle megérzésünk van, ahányféle csatolmány tudunk egy programhoz tenni, az elképesztő, és ha csak egy pontra fókuszálunk, az még nem jelenti a teljes és végleges megoldást minden problémára. Én azt gondolom, hogy ha másra nem is, de erre nagyon jó ez a webkonferencia, hogy egy kicsi ízelítőt kapjunk abból, hogy miről is szól a germán gyógytudomány, hogy hogyan kellene ehhez hozzáállni. Nyilván itt gondolok arra is, hogy mindenki másképp látja ennek az értelmes biológiai programnak a lefutását. Aki most fájdalmakkal küzdöz, nem biztos, hogy átlátja ennek a fantasztikumát. Igen. Neki azt kell elmondani, hogy mikor lesz vége. Igen. De talán azt is hozzá kellene tenni, hogy ez a rendszer sokkal többet ad, mint betegségekre válaszokat, hanem talán egy teljesen más életmód felé is terel bennünket. Igen, egy új szemlélet felé terel, mert végre elkezdünk odafigyelni arra, hogy mit is követünk el, és hogyha megtanulunk egy másfajta rálátást az életünkre, akkor ezeket a programokat természetesen le tudjuk állítani, de hát erről szól a hétvégi képzéseink harmadik napja. Nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy odáig eljussunk, ahhoz végig kell hallgatni
ezeket a programokat, hogy lássuk az összefüggéseket, hogy egyik a másikhoz hogyan kötődik, illetve senkinek nem egy kérdése van, mikor eljön egy hétvégi képzésre, és ha van 80 ember, akkor az 160 kérdést tesz le nekem az asztal, és én annyi kérdésre válaszolok, meg még a többire. Mit kell még a pajzsmirigyről tudni? Mi tartozik még ebben a témában? Hát ebben a témában még néhány alapvető dolgot úgy gondolom, hogy el kellene mondjak. Ugye a legfontosabb a megéléseinknek a tisztázása, és ezeknek a leállítása kell ahhoz, hogy megint normális legyen a pajzsmirigy hormon szinten. Na mostan azt látjuk, hogy aminek biológiai hatása van, az a szabad FT4 lesz, és ezt kellene mérni, mert szóval ennek az értéke az, ami valójában szervi szinten hatni fog. A többi az fehérjéhez kötött, globulinhoz, prealbuminhoz, és albumin szállítja őket, és amit a pajzsmirigyről tudni kell, ugye, hogy a pajzsmirigy sejtek, tireociták termelik a tiroxint, és ezek a tireociták egy úgynevezett follikulusokat, vagyis tűszőket alkotnak. Hát hoztam egy képet erről is, hogy tudjuk elképzelni, hogy ez hogyan van. Ugye itt vannak ezek a tűszők, ebben van benne a hormon, fehérjéhez kötve meg a szabad, és természetesen, hogy a tireociták itt vannak a szélén körbe, és ők termelik szépen ezeket a hormonokat. Tehát akkor a follikulus az azt jelenti, hogy itt vannak ezek a tűszők, és a tireocita pedig az, ami a follikulus falát létrehozza. Azért próbáljuk ezt meg három dimenzióban elképzelni, mert ez egy metszeti kép, és azért itt, ami a tűszők közötti állományban van, ott rengeteg vérér van, hiszen ezekből a tűszőkből a véráramba kerül ez a hormon, és jut el minden sejtünkhöz természetesen, és a megfelelő hatásokat fogja létrehozni. Milyen hatásokat fog létrehozni? Hát nagyon lényeges a központi idegrendszer fejlődésére való hatása a pajzsmirigynek, ugye a születés után is, mert segíti az idegrendszer kialakulását, tovább fejlődését, hiszen a fej mérete ugye még a születés után azért növekszik, az idegnyúlványok, azok axonok és a dendritek, ugye, ezeknek a burkolatát és a burjánzását fogja segíteni a pajzsmirigy hormonja, illetve a kapcsolatoknak a létrehozását az egyes idegsejtek között. Aztán hat a növekedésre, csontra, porcra és magára a növekedési hormonra is. Hat az irhasejten kívüli állomány fehérjére is, és ezek a fehérjék fogják létrehozni ugye a kollagén és elasztin rostokat, pontosan az, ami az irhának az ellenálló képességét fogja létrehozni. Aztán hat az energiaforgalomra, mert a nagyobb teljesítményhez nyilván nagyobb energiára van szükség, és ezáltal ugye nőni fog az oxigén felhasználás, tágulnak az erek, és a plusz termelt hő leadódhat, így természetesen, hogy ezért a vérkeringésre is hat, és a szívizom erejének fokozásával fogja a vérkeringést fokozni, és az értágulat miatt viszont maga a pajzsmirigy hormon nem fog magas vérnyomást okozni, viszont maga a stresszes állapot az viszont magas vérnyomást okoz minden konfliktus aktív szakaszban. Tehát, hogy tegyük helyére a dolgokat. És beszélnek ugye az elhízással kapcsolatban, én említettem, hogy melyek az elhízásnak az okai, és én ott a pajzsmiriggyel kapcsolatos dolgokat nem említettem, nem véletlenül. Na most mi van akkor, ha nem oldjuk meg a konfliktust? Hát természetes, hogy hipertireózis, vagyis
pajzsmirigy túlműködés lép fel, és a sejtek egy idő után, mikor már eljutnak a teljesítő képességük határához, akkor a sejt szaporodással fogják tudni biztosítani a megnövekedett igényt, mert jön a TSH, és még többet, és még többet, és még többet akar. És hát akkor ki fog alakulni az ilyen hát sejtszaporulat, amit természetesen már ráknak fognak nevezni. Aztán, ha megnézzük a pajzsmirigy daganatok fajtáit, és ezt akadémikus forrásból hozom, ugye a legtöbb pajzsmirigy daganatot a papilláris pajzsmirigy ráknak nevezik, és ez a leggyakoribb, és párfány levélzetére hasonlít, és nem nagyon differenciált daganathoz tartozik. Tehát ez azt jelenti, hogy nem nagyon különböznek ezek a sejtek a normális sejtektől, és ezért nem is könnyű ezt, hogy mondjam, diagnosztizálni szövettanilag, nem is jelent különösebb veszélyt, és itt az áttétet én tettem ugye idézőjelbe, mert áttétek nincsenek, csak újabb és újabb félelmekre adott biológiai válaszok, tehát nyilvánvaló, hogy ennek a pajzsmirigy sejtszaporulatnak nem is lehet semmi különösebb úgynevezett áttétje, a felesleges sejteknek a lebontása nyilvánvaló, hogy a környéki nyirokcsomóknak a duzzanatával fog járni, de az áttét fogalmát ezt azért is tettem, még egyszer mondom, idézőjelben, mert ez egy idézet egy akadémikus forrásból, ahol így fogalmaznak. Csak ha ilyennel találkozunk, akkor ne ijedjünk meg. A folikuláris pajzsmirigy nyilván a tüszőket érintő sejtszaporulatról beszél, és ezért ezek a tüszők, mint vezikulák, tehát olyan hólyagok, amelyek sok hormon tartalmaznak, a daganatnak fogják nevezni. Tehát miért? Hát mert egyre több hormonnal telt, mondjam azt, hogy zsákocska, hólyagocska alakul ki a pajzsmirigyben, és akkor ezt elnevezzük folikuláris pajzsmirigy ráknak. Aztán van a legritkább fajtája, az anaplasztikus. Na itt már atipusos sejteket fognak kimutatni, és a meduláris az nem is a pajzsmirigyhez, hanem a mellék pajzsmirigyhez tartozik, parafolikuláris sejtek alkotják, ennek a csont anyagcserére van hatása a mellék pajzsmirigy által termett két hormon által. Ha már az akadémikus forrást idézted, ezekben az esetekben talán mindegyikben javasolják a pajzsmirigy teljes eltávolítását. De ennek semmi értelme nincsen. A programot kell megoldani természetesen. Azokat az érzéseket kell helyretenni, amelyekre hát külön kitértünk. A tehetetlenségi konfliktus miatti hát túlhajszoltságra, tehát hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen, és többi, amit... De pont itt van a mumusa a pajzsmirigynek. Hogy? Mert abban az esetben, amikor arra serkentjük, hogy még többet, még többet, még többet, igen. Egyszer csak eljutunk a biológiai tűrőképesség határához, ahol már nincs több, még több. Igen, és itt most pontosan arra szeretnék példákat adni, grafikus ábrázolással, a Hammer iránytűvel, hogy hogyan futnak le ezek a krónikus pajzsmirigy programok. Tehát, hogyha visszatérő konfliktusként élem én azt meg, újra és újra azt élem meg, amit a bevezetőben elmondtuk, mert mondjuk ez az én hozzáállásom az élethez. És ugyanezt élem meg mondjuk a munkahelyen is, és ugyanezt élem meg otthon a családban is. Tehát ez egy elég kemény dolog így, hogy valakinek ez lesz az életének az irányítója, a mozgatórugója, hogy önmagát sanyargatja,
Tehát amikor ezek a történetek ki tudnak futni, akkor természetes, hogy a pajzsmirigy lebontásához hát a baktériumok megjelennek, és lesz a meleg gőb, a tireoiditis, a pajzsmirigy gyulladás. Ha meg nincs mi lebontsa, akkor megmaradnak a göbök. A másik történet viszont az, amikor függőgyógyulásban kialakul a hipotireózis, vagyis a pajzsmirigy alulműködés. Hogy lehetséges ez, hiszen a pajzsmirigy hogy a konfliktus aktív szakaszban sejtszaporulatot okoz. Rendben, a pajzsmirigy program a mirigynek a sejtállományának a szaporulatát indítja be. Na de kérem, itt megindul a lebontás, és aki volt tanfolyamon, az tudja már, hogy a lebontás során végül többet bontunk le, mint amennyit építettünk. És újra elindítom a programot, és megint többet bontok le, újra elindítom, és megint többet bontok le, mint amennyit felépítettem konfliktus aktív szakaszba, és ez vezet el a végén oda, hogy már emelkedett lesz a TSH szinten, mert az agyból jön a parancs, hogy még többet, alacsony lesz a T3, T4, és a szabad, az FT4, a szabad pajzsmirigy hormon, pontosan azért, mert alul működik, mert nincs elegendő sejtem hozzá. Ráadásul az állandó függő gyógyulás ugye egy gyulladásos folyamatot tart fent, amit Hashimoto tireoiditisnek fognak nevezni akkor, ha nincsenek baktériumaim a lebontáshoz. Ez egy nagyon hát gyakori korkép, főleg az antibiotikumok bevezetése után, mert ugye ha a saját munkásaimat hát kinyírtam antibiotikumokkal, akkor mi az, ami lebontja a felesleges sejteket? Na itt jön be a második vonalbeli bontóbrigád, amit elneveztünk immunrendszernek, mert ugye egyetlen sejtet se tartok el feleslegesen, és ezért megfelelő ellen sejtek, most nagyon laikusan fogalmazok, fognak érkezni és bontják le a sejteket a pajzsmirigyből. De miért? Mert újra elindítom, újra lebontom, újra elindítom, újra lebontom, és a történet egy állandó gyulladáshoz fog vezetni. Van még egy akadémikus fotóm, amit szintén egy szakkönyvből hoztam ide. Itt ugye ebből az összefoglalásból az derül neki, hogy itt minden mindennel összefügg. Hát kérem szépen, a pajzsmirigy programnak, amit ugye autoimmun betegségnek neveznek, Hashimoto-nak, semmi, de semmi köze nincsen az Addison-kórhoz, vagy az inzulindependens cukorbetegséghez, vagy éppenséggel ehhez a másik inzulinos autoimmun betegséghez, ugye, mert ugye a hirata az már autoimmun. Tehát a cukorbetegség az ellenszegülési konfliktus. Az Addison-kór rossz úton járok. Ezekhez a történetekhez a pajzsmirigynek nincsen semmi, de semmi köze. Aztán a második történet ugye a gastrointestinális kapcsolat. Hát mi köze lenne az emésztőrendszerhez, hogy a gastritishez? Hát amikor a megemészthetetlen konfliktuson kerül függő gyógyulásba, akkor, és ezt a gyomromon futtatom, akkor lesz egy állandó hát, gyulladás a gyomor nyálka hártyán. Természetes, most már ez is autoimmunnak lesz nevezve. Az anémia az viszont az önleértékeléssel van kapcsolatosan, hiszen azért leszek anémiás, mert vagy nem tudok felszívni elegendő anyagot, mert B12 hiányom van, mert tönkretettem az emésztőrendszeremet, vagy mert súlyos önleértékelésben élek. Tehát semmi, de semmi, vagy bosszankodás, primér biliáris cirrózis. Ezekhez a pajzsmirigynek nincs köze. Nincs köze az elválasztási konfliktushoz,
aminek a következménye lesz a vitiligó, az alopécia, és, vagy miaszténia gravis, vagy szklerózis multiplexet. Semmi köze nincs a kettőnek egymáshoz. És nincsen köze a többi kollagén betegséghez se, amelyek itt fel vannak sorolva. De épp azért részleteztük a bevezetőn, hogy mennyire komplex az embernek a megélése. Hogy igen, aki abban a tévhitben él, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen, és közben még megél ennek kapcsán egy elválasztási konfliktust, annak lesz például, és az se oldja meg, akkor lesz vitiligója. Ha az egész történetére úgy reagál, hogy ezt nem lehet megemészteni, és bosszankodik rajta, akkor természetesen meg lesz a hepatitisze, és meg lesznek az emésztőrendszeri tünetei. Ha az egész kialakult helyzetet úgy éli meg, hogy folyamatosan ellenszegül ezzel az egész helyzettel, amiben neki többet kell teljesíteni, mint amennyit bír, akkor lesz mellette cukorbetegsége is. Tehát ez a lényege, hogy megértsük, hogy minden biológiai programnak van egy saját oka, egy DHS, és ahány megélésem van, annyi programot fogok elindítani. De nem a pajzsmirigy az oka annak, hogy valakinek emésztési panasza van, vagy éppenséggel bőrtünete van. A konfliktus megélése meg fogja határozni természetesen, hogy hány ilyen programot indítunk el. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon lényeges dolog, hogy megértsük, hogy a germán gyógytudományban mindennek van egyetlen oka, két szakaszban zajlik, konfliktus-aktív megoldási szakasz, három csiralemezből származó sejteken indul el a történet, vagy sejtet építek, vagy sejtet bontok, vagy működést változtatok, és a segítségemre vannak a bennem élő mikroorganizmusok, és mindennek, de mindennek értelme van. Én úgy gondolom, hogy ezzel az összefoglalással sikerült helyére tenni a gondolkodást, és logikussá tenni az összefüggéseket, hogy lássuk, hogy mi és hogyan történik a szervezetünkben. Mutatok még néhány elriasztó képet. Ugye ezeket a szemeket mindig a pajzsmirigyhez kötik, hogy pajzsmirigy túlműködés és a szem kidülledése. Kérem szépen, semmi köze a pajzsmirigy túlműködésnek a szemekhez, sem. Tehát van olyan, láttam olyat is, akinek csak kidüllett volt a szeme, visszajár rendszeresen az endokrinológiára, és a pajzsmirigye meg normális. Miért? Mert neki csak a szeméhez kötődő konfliktusai vannak megoldatlanul, és a pajzsmirigyeivel kapcsolatban meg nincsen semmi gondja. Na de amikor a kettő együtt van, hogy pajzsmirigy túlműködés és hozzá a szemeknek a kidülledése, hát akkor ezt látjuk, ugye Bazedov kornak nevezik, de a germán gyógytudomány segítségével mind a két konfliktusát a hölgy feloldotta, és látjuk, hogy három, vagy ha jól emlékszek, 4 hónapon belül teljesen rendbe tette magát minden gyógyszer nélkül. Szóval én ennyit szerettem volna közölni, hogy értsük meg, a germán gyógytudomány adja meg az alapot a megértéshez. Mindig rámutatta arra, hogy a betegségek nem azoktól a statisztikai adatoktól függ, amelyekre mutogat a mai akadémikus orvoslás, hanem attól függ, hogy hány fel nem oldott érzelmi megrázkódtatásom van, hogy ezek éppen milyen szakaszban vannak. És a sínek fogják meghatározni, hogy milyen lesz a lefolyása, hogy egy akut program lefutás lesz, vagy egy visszatérő krónikus betegségről beszélünk. A konfliktusok halmozódása pedig meghatározza a személyiségünket, ugye aki hallgatta a birtok konfliktusokat, illetve előtte egyéb agykérekhez kötött programokat, az hallott már olyanról, hogy konstellált állapot. És hát, mint mindig elmondom, hogy a germán gyógytudomány az okokra mutat rá. Mert ha megoldjuk az okot,
akkor megoldódik az okozat. A mai medicinában fordítva vannak a dolgok. Az okozatot nevezzük ki o ismeretlen oknak, ismeretlen eredetűnek, és elkezdjük kezelni egy életen át. Ha hajlandók vagyunk változni, akkor a biológia is hajlandó lezárni a programokat. A germán gyógytudomány tényleg tudomány, mert reprodukálható, összehasonlítható, előrejelezhető. Ezek a tudományosságnak a mérföldkövei. Bárhol a földgolyón valaki ezeket az érzéseket elindítja magába, ezeket a programokat fogja a biológiája egy az egybe adni, függetlenül attól, hogy eszkimóról van szó, vagy egyenlítőn élő afrikai emberről van szó. Nem a statisztikán és nem az állatkísérletek eredményein nyugszik ez, hanem az embriológián és az ötbiológiai természettörvényen, ami egészen egyszerű, hiszen minden a túlélésről szól, ugye ezt megbeszéltük, és a túlélés érdekében sejtet építek, sejtet bontok, működést változtatok. Meg tudnánk nyugodni, hogy minden, ami a szervezetünkben van, az értünk van, és nem ellenünk, akkor jó esélyünk volna a gyógyulásra. Természetesen a teljes gyógyulást az érzelmi megoldás jelenti, vagy a sinek gondoskodnak arról, hogy szenvedjünk tovább okosan. Nagyon szépen köszönöm, drága Kölesz, ezt a fantasztikus előadást. Nem mondanám, a most következő részben a fórumban először a pajzsmiriggyel kapcsolatos kérdéseket várjuk.